Bajaváros északi határán, a Dunavölgyi főcsatorna dunai beömlésétől alig néhány száz méterre egy közkedvelt horgászhelyet találunk. Itt terül el az a közel 4 hektáros vízfelület, mely a Kéktó nevet kapta. Az 1965-ös nagy dunai árvíz levonulása után bizonyossá vált, hogy a védtöltés Baja és Dunapataj közötti szakaszának megerősítésével nem lehet tovább várni. A talajtani vizsgálatok a mai Kéktó helyén lévő földanyagot töltésépítésre alkalmasnak találták. A minősítés tervezés követte, majd megkezdődött a nagy tömegű kitermelés. Az akkori munkagépek gazdaságos mozgatása és kotrási hatósugara együttesen határozták meg azt a vonalas csatornahálózatos alakzatot, mely a Kéktó mai arculatára jellemző. Az ömök tószerű horgászvizektől ez a helyszínrajzi elrendezés jelentősen eltér. A szokatlan alakú vízfelületnek idővel számos előnye lett. A halak számára értékes partmenti sáv hossza jelentősen megnövekedett, a szélenergia vízkeverő hatása jól érvényesül, és a horgászállások számával sem kellett takarékoskodni. Az 1980-as évek elejére a terület elnyerte mai megjelenési formáját. Bár nem ez volt a munkálatok elsődleges célja, megkezdődhetett horgásztavi hasznosítása. Annak ellenére, hogy halállománya telepített és kialakulása sem természetes, létrejött egy jól működő mikroökológiai rendszer, mely hosszú távon egyensúlyi állapotba került. Élő vizeinkben az elmúlt évtizedekben kivétel nélkül drámaian megcsappant a lápipóc, a széleskárász, a réti csík, a csapósügér, a compó és a vörös szárnyú keszeg egyet száma. A felsorolt őshonos halfajaink nem minden esetben a tudatos haltelepítések során kerülnek egy vizes élőhelyre. Hazánkban ezek a veszélyeztetett halak tipikusan a holtágakban, mocsarakban, lápokban éltek eredetileg, valamint az olyan jellegű állóvizekben, amilyenek a nagy kiterjedésű tavaink voltak régente. Lápok, mocsarak mára megszűntek. A megmaradt holtágak mellett a tőzeg, valamint a kavicsbányatavak, a nagyobb anyagnyerőgödrök jelentik az eltűnőben lévő halfajaink utolsó búvóhelyeit. A természet nagylelkű módon gyorsan visszafoglalja és saját képére formálja ezeket a mesterségesen létrehozott élőhelyeket, melyek így akár ökológiai menedékké is válhatnak.
Némi szerencsével a veszélyeztetett fajok közül némelyek meghúzhatják itt magukat. Életkörülményeik ezekben a mesterségesen létrejött vizekben sajnos nem ideálisak, de állománypótló szaporodásuk többnyire nem akadályozott. Ezért az ilyen szigetszerű élőhelyek mára nagyban felértékelődtek, hiszen egyfajta génmegőrző rezervátumnak tekinthetők. Vízvást remélhetjük, hogy a kék tó is egy ilyen élőhely. Az otthonra talált vízi és vízparti növényzet, a körülötte benépesült élet, a puha testűektől a gerincesekig háborítatlan része egy fajgazdag, egyensúlyi szisztémának. Mindez a városközpont nyüzsgőforgalmától alig néhány kilométerre.